Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács június 28-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jön rövid képes ajánlónk. A meglévő hagyományokat folytatni kell. Interjú Bubreg Istvánnal, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnökével. Betélkedő és virtuális séta a múltba. Mohácson is szerveztek programokat a múzeumok éjszakájára. Szabadban varrás. A Búsó udvar bejáratánál idén is sokan megismerkedhettek a foltvarrás szépségeivel. Szent Mise és kultúrműsor. Antal napot ünnepeltek a mohácsi németek. Már a térségben élők is felfedezték maguknak a Mohács uszodát. A létesítmény 10. születésnapja alkalmából nyilatkozott városunk polgármestere. Hangos siker a Schneider színpadon, 11-szer adott otthont Mohács a Tambura Fesztiválnak. A közelmúltban vezetőváltás történt a Mohácsi Sokacok olvasókörénél. A Városi Televízió az új elnökkel, Bubreg Istvánnal készített interjút, melyben természetesen a tervekről és az elképzelésekről is szó esett. A kör első embere stábunknak kiemelte, mindenképpen életben kell tartani a meglévő programokat. Jaksics Györgyöt nemrég Bubreg István váltotta a Mohácsi Sokacok olvasókörének vezetői székében. A több mint 110 éve alakult kör új elnökével az 1937-ben felavatott Táncsics utcai székház emeletén a hangulatosan berendezett borászati kiállítóteremben beszélgettünk. A sokacosan Bubreg Sztipaként emlegetett vezető elsőként sokackori múltjára tekintett vissza. 25 évet akkor lett visszavásárolva az olvasókör. Itt voltam már akkor barátommal, Horváth Zoltánnal, aki per pillanat a vezetőség tagja szintén. Kintről szemléltük az eseményeket, hogy zajlik, sikerült visszavásárolni. Utána eltelt pár év, és egy ilyen külső szemlélőként beleolvadtunk az olvasókörnek a működésébe. 15 évre visszamenőleg, itt ugrok egyet, akkor Pápkovics Antal elnöksége alatt működött az olvasókör, megkért, hogy legyek mint kulturális segítség ő mellette, és akkor kezdtem el vezetni a táncházat itt az olvasókörbe. Később bekerültem a vezetőségbe, mint kulturális felelős, akkor kezdtem el szervezni a Babfőző Fesztivált, ez 10 éve, és azóta így szépen lassan-lassan beleolvadtam az olvasókör munkájába. Tehát mondhatjuk, hogy akkor megvolt az úgynevezett szamárlétra. Megvolt a szamárlétra, igen. Elkezdtük egész az aljáról, és mondhatom, hogy most a csúcsra értem, kiteljesedett. Gyuri bácsi azzal, hogy egy picit visszább vonult, én kerültem előtérbe. Természetesen, amikor valaki elnök, az nem azt jelenti, hogy egy-egy rendezvényen szép köszöntőket mond, ez is része a feladatnak, de gondolom, hogy rengeteg adminisztratív munkával is jár mindez. Természetesen is azt tudni kell, hogy az olvasókörvezetősége az társadalmi munkaként végzi a feladatait, és bizony munka mellett igen nehéz még a család mellett szabadidőt szakítani erre a feladatra, de hála Istennek olyan jó a vezetőség, hogy ezt megoldjuk egymás között, kiosztjuk a feladatokat, és így tudunk előre haladni. Tehát mondhatjuk, hogy a felelősség az elnöké, de azért csapatmunkáról van szó. Természetesen a felelősség az elnöké, de ezt csapat nélkül nem lehet megoldani, tehát annyira nagy lett az olvasókör, és annyi rendezvénye van, annyi helyre hívnak bennünket, hogy ezt muszáj így megoldani. Mik ezek a rendezvények jellemzően? Tehát azért van több minden, amiről a nagy közönség tud, ugye ismerjük a Prányit, a Babfőzőt, ott van a busójárás természetesen. Mi minden van még így egy évben a sokackör életében? Kezdünk a busójárással, ami ugye városi rendezvény, de részt veszünk a város eseményein, megmutatkozunk színpadon az olvasókör táncsoportjai, gyerekcsoportjai, az olvasókör busócsoportja szintén oroszlán részt vállal a busójáráson. Vége van neki, utána szervezünk egy nagyon jó kis borversenyt. Most úgy néz ki, hogy elég jó kiteljesedett, 58 mintával voltunk idén. Este egy jó vacsorával, és utána egy jó beszélgetéssel. Szeretnénk jövőre kinyitni egy picit az ajtót a kinti látogatóknak is, hogy meg tudják kóstolni a sokat emberek által készített bort, vagy a bortermelők által készített bort is közelebb kerüljenek a termelőkhöz. Bízok benne, hogy sikerülni fog ez a feladat. A
következő az egy nagyon családias rendezvény, az a horgászverseny, ami szintén annyira kinőtte magát, hogy már a sombereki horgásztón körbeértünk, hála Istennek, és utána halsütés és halfőzés van a körnek az udvarában. 75 kiló halat sikerült idén elfogyasztanunk, tehát akkor lehet gondolni, hogy hány ember volt itt. És akkor átérünk a nagy rendezvényekre. Itt meg kell említenem az Antal napot, ami most a horvát önkormányzat szervezésében van, de örülök neki, hogy ilyen jó kapcsolatot ápolunk az önkormányzattal, és én szemem előtt tartom is, hogy továbbra is jó kapcsolat maradjon. És utána jön a nagymosás a Dunán. Ezt a rendezvényt szeretnénk még jobban felfejleszteni, és most ezért az idei évben úgy van kitalálva, hogy szármafőzés cserépedényben, valamint szabad tüzönfőtt ételek fesztiválja, tehát mindenki szeretettel várunk. Helyszín egyébként marad, ha már itt tartunk, tehát hogy a sokat szív és a csónakház közötti terület? Természetesen marad, gyönyörű terület, tudni kell róla, hogy délután 4 óra után mindenhol árnyék van, és idén hozzá kell tenni, hogy nincs is annyi szúnyog, biztos, hogy jó lesz a rendezvény. Mondjuk el a dátumot és azt is, hogy jelentkezhetnek-e még főzős kedvű társaságok vagy magánszemélyek? Természetesen jelentkezhetnek. A dátum az július 1-e, 16 órától indul a felvonulás az olvasókör épületétől, 16:30-kor a mosásnak a bemutatása van, 17 órakor ünnepi megnyitó, és utána kulturális kavalkád, vendég bajáról a Bunyavásgáz Látna Grána Egyesület, valamint a Tanác Néptánc Együttes Pécsről, a helyi csoportok közül Zora Tánc Együttes, Sokackör csoportjai, Sokackör zenekarai, tamburaiskola tamburásai fellépnek, és közben ugye a gasztronómia oroszlán feladatot vállal, megy a főzés, bízunk benne, hogy jelentkeznek asztaltársaságok, és kiszélesítik ezt a rendezvényt. A gyerekeknek ugrálóvár, fagylalt, kézműves kirakodás, sajt, bízok benne, most van megbeszélés alatt, de bízok benne, hogy mézes kalács, és egyre többen kijönnek, és megmutatják a portékáikat. Említettük már a babfőző fesztivált is, minden augusztus első szombatja, most már több mint 20 esztendeje. Annak idején versenynek indult, aztán hamar rá kellett ébredni a szervezőknek, hogy a zsűrizés képtelenség, olyan sok a jelentkező, olyan sokan érdeklődnek a program iránt. Gondolom idén sem fog mindez elmaradni, és Jaksis György elnök úr már több ilyen megnyitó alkalmával kiemelte az ön személyét, akkor még mint alelnökét és mint jobb kezét, segítőjét. Idén is nyilván gondolom kiveszi a részét akkor pláne a szervezésből. Bízok benne, hogy nem lesznek kevesebben, mint tavaly. Megtöltöttük az utcát, tehát elértünk az utcának a végére. Mindig, tehát a létszám marad, annak ellenére, hogy mindig vannak újak. Van, aki akkor megy éppen szabadságra, cserélődik egy picit az asztaltársaságok személye. Átvittük már az egy részét a másik utcában, mert már nem fértünk el a Táncsics utcának ezen az oldalán. Átvittünk egy 20 sörpadot a másik oldalra is. Szintén kirakodóvásár, ugrálóvár a gyerekeknek, lehet kóstolni a finoman főtt babot az olvasókör épületében. Minden látogatót szeretettel várunk. Ugye az év különböző eseményeit kezdtük el taglalni igazából a Sokackör szemszögéből, most augusztusnál tartunk. Mit fog majd hozni az ősz és a tél? Hát az ősz, szeptember 2-a az hoz egy nagy jubileumi műsort, 25 év előtt visszavásárolva az olvasókör, ezt szeretnénk tisztességesen megünnepelni, és megköszönni azoknak, akik sokat tettek azért, hogy ez a miánk lett. Mindenkit szeretettel várunk, majd még pontosítunk, és majd hirdetjük, hogy pontosan mikor lesz. Az ősz az egy Katalin napi bál, ahol szintén van egy fellépésünk. Ott egy picit a szüretre emlékezünk, megkóstoljuk az újborokat, egy kis vacsorával és egy kis ételitallal elmúlik az éjszaka is. Aztán jön a karácsonyi műsor, amit minden évben, hol bővebben, vagy egy picit szűkebben előadunk. Ugye ez a Sokac karácsony, ami össze lett rakva, hogy annak idején, hogy emlékeztek is, hogy zajlott ez a karácsony az ősrégi Sokac családokban. Szeretnék még egy disznóvágást is
megoldani, tehát a kör tagjai számára, ugye ez egy tagtársunknak az ötlete volt, hogy egy hagyományos disznóvágást csináljunk meg itt az olvasókör berkein belül, sütéssel, főzéssel. Most erre gondolkodtam, hogy még talán rá lehetne húzni egy sokat szfány sütést, hogy az asszonyoknak is legyen dolguk, ne csak az emberek dolgozzanak, ugye már belet nem kell mosni, tehát már mindent meg tudunk venni. Bízok benne, hogy ezt januárban vagy decemberben, mondjuk decemberben elég sűrű a program, lehet, hogy ezt áttesszük januárra, és januárban lesz majd. Vannak tehát akkor elképzelések, de az is mindig nagyon fontos, hogy a hagyományokat, a szokásokat ne csak a középkorú vagy az idősebb generáció ápolja, hanem legyenek bevonva a fiatalok is. Számukra mit kínálnak? Van-e például lehetőség akár zenélni, akkor ugye táncolni, vagy adott esetben akár a nyelvet elsajátítani? Természetesen van. Három csoport működik az olvasókör berkeimben, Jankovics Beáta vezetésével, óvisok, alsó osztályosok, felsősök és már gimnazisták 20 éves korig. Hála Istennek, ők az utánpótlása a hagyományőrző néptáncsoportnak, ami szintén a körberkein belül működik, aki elviszi az országba azokat a hagyományokat, ami régen talán munka volt, és most szórakozás lett, mint a mosás, és bemutatják akár külföldön, akár az ország bármely területén. Ugyanígy a busójárást sokszor kérik tőlünk, sokszor visszük, és az ifjúsági csoportból már egyre többen felkerülnek a felnőttbe, ugye nálunk azért már vannak 60 évesek, vannak, akik már nem akarnak annyit utazni, nehéz nekik, és helyettük már a fiatalok belépnek. Van lehetőség zenetanulásra, az olvasókörön belül van is egy ifjúsági zenekarunk, az idősebb Sokadia zenekar a példakép, őket követik, átvették az idősek szerepét, ők kísérik az együtteseket, a fiatalok megtanultak zenélni, nyelvoktatásra is van lehetőség, beállt a szakkör szerűen nyelvet oktat, aki igényli és kéri, az mellett ugye a Széchenyi Általános Iskolába pedig horvát tagozatként működik az oktatás. Amikor vezetőváltás történik akármilyen szervezetnél, akkor természetesen az új elnök, az új vezető mindig hozza a saját elképzeléseit, a saját koncepcióit is, de azért bizonyára átvesz valamit az előttől, vagy az elődöknek az örökségéből is. Ez az ön esetében hogyan oszlik meg? Tehát mi az, amit mindenképpen folytatni szeretne, mi az, amit jónak tartott, és mi az, amit ha nem is rossznak tartott, csak mondjuk másképp csinálna, vagy újítana? Mindenféleképpen a programokat szerintem meg kell tartanunk, mert hiszen ezáltal ismertek meg bennünket, ezek nőtték ki magukat itt a 20 év alatt, ezeket még tovább kell fejleszteni, ha lehet színesíteni és tovább vinni, ezek mind jók, tehát itt ezeket nem kell változtatni. Lehet még berakni programokat, amit mondtam, hogy még esetleg lehetne egy szüretet, de a város rendezvény megtörténik már, tehát szüreti fesztivál van, nem is nagyon nyúlnánk mi ebbe bele, még talán ebbe a disznóvágásba, amit mondtam, megpróbáljuk. Igazándiból a fontos az, hogy a véleményem szerint az olvasókör berkein belül csoportok, azok működjenek. Mert ha azok nem működnek, akkor minket nem fognak tudni és nem fognak ismerni. Tehát azért is ismernek bennünket, mert ezek a csoportok hírünket vitték, és mindenhol Mohácsi Sokacok olvasókörre néven jelentkeznek be, lehet az ifjúsági, lehet az hagyományőrző, lehet az zenekar, tehát mindenhol tudják, hogy létezünk, vagyunk, van utánpótlásunk. A jól összehangolt csapatmunka a Sokackör sikerének egyik titka, mondta a közösség elnöke Bubreg István, aki a közelmúltban Jaksics Györgyöt váltotta a Mohácsi Sokacok olvasókörének vezetői székében, a Városi Televíziónak adott interjúban hangsúlyozta. A meglévő programokat megtartják, de néhány új rendezvényben is gondolkodnak, mint például a disznóvágás. Kiemelte, szeptemberben egy különleges műsorral ünneplik meg a székház visszavásárlásának 25. évfordulóját. Az idei a 15. volt a múzeumok éjszakájának sorában. Az évről évre több résztvevőt vonzó országos rendezvénykavalkádra Mohácson is készültek. Június 23-án a Városi Könyvtárban és a Kanizsai Dorottya Múzeumban várták érdekes programokkal a kultúra iránt fogékony közönséget.
Nem mindegy, mit tartunk értéknek, mivel vesszük körül magunkat életünk napjaiban. A kincs értékét mindig az ember adja, nem lehet kincsé az, amit nem ismerünk, amit nem fogadunk a szívünkbe, hívta fel a figyelmet Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a múzeumok éjszakájának fővédnöke, a rendezvény hivatalos honlapján közzétett köszöntőjében. Az országos akcióhoz kapcsolódó mohácsi programokról a Városi Televízió dr. Ferkov Jakabot, a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatóját kérdezte. Ma már korán 6 órakor kezdődik a múzeum készülkája, kicsit előre hoztuk, ugyanis a könyvtárral közösen szerveztük. A könyvtárban lesz 6 órától egy vetélkedő, az úgy körülbelül 8:30-9-ig eltart, és utána itt folytatódik a múzeumba egy virtuális városnézéssel, ami azt jelenti, hogy vetítünk összesen 260 képet. Ez most nem mint fotó, mert vannak benne régi térképek, például II. József katonai felmérése, ebből egy térkép, illetve két térkép az 1780-as években Mohácsról, a Mohácsi szigetről, tehát milyen volt valamikor, amikor még a Duna főága Bajánál volt, az volt a hajózási ág. Aztán hogy alakult át, hogy a víz rajzott a természeti adottságai a szigetnek, és hogy alakultak ki a szállások. Aztán természetesen után átérünk Mohácsra is, Mohácsnak milyen volt akkor a város szerkezete. Aztán ugrunk későbbre, 1904-ben, milyen volt a, nagyjából a belváros szerkezete már megvolt a mai, de milyen utcanevek voltak, és milyen épületek voltak, ami ma már nincsen meg. És utána meg valóban a virtuális rész jön, tehát a fotók, régi házak, régi emberek, régi szokások, régi iparosok, és a régen hogy szórakoztak, hova jártak táncolni, hogy át lehetett menni akkor is a Dunán, fürödni, milyen volt akkor a matróz, meg ilyen dolgokról lesz szó. És ezt az egészet még egy köríti, egy kis borkóstoló is. A mai eset át a könyvtárban fog indulni a múzeumok éjszakája, és egy vetélkedővel, ahogyan említette igazgató úr. Mit akar ez a vetélkedő? Milyen jellegű tudás elemekre, vagy tudás készségekre van szüksége ahhoz, hogy valakit valóban jó szerepeljen? Talán most egy kicsit furcsának tűnne, hogy hát most lett vége az iskolába, most már megint kérdezni fognak, meg válaszolni kell, csak itt nem számonkérés lesz, hanem itt valóban vetélkedés lesz. Tehát itt nem lehet megbukni, itt nem lehet egyes kapni, kettes kapni. Itt ha nem tudom, akkor sincs gond, majd megtudom a másiktól, aki tudja és elmondja. Hát itt mindenképpen csak tanulni lehet és szórakozni lehet, tehát ez is egyfajta kikapcsolódás. A könyvtár ugye egyrészt anyagi kultúrát, egyrészt szellemi kultúrát tartalmaz, az anyagi kultúra maga a könyvek, már a középkorban láncon fügtek, ugye kézzel írt könyvek, pergamenek, aztán a könyvnyomtatás Gutenberger találmányával, könyvnyomtatás megindulásával, meg aztán még inkább megugrott a könyvtárak anyaga, a könyvtárak tartalma, és maguk a könyvek meg tartalmaznak azt a szellemi gazdagságot, ami bennük van, tehát a kultúrát, ami még inkább növel, és ez egyben szórakozás is, tehát ilyen dolgokról lesz szó. Beszélt ön most itt az imént nagyon sok fotóról is. Ezeket a fényképeket honnan lehetett összeszedni, összegyűjteni, magángyűjtemények, vagy éppen valamilyen múzeumi archívum részei? Hát ezek mind a múzeumi archívum részei. A múzeum meg persze természetesen magánemberektől kerültek be. Egy jó része például a Predács fotoműteremből, de nagyon sok más helyről is, tehát még sokkal régebbiek is vannak, amiket archiváltunk. Sokszor nem is az eredeti, csak szkennelt fotók, de megvannak itt a gyűjtemény. De a legtöbbje, tehát mondhatjuk azt, hogy a 98% az a múzeum tulajdonában van. Bizonyára nem titkolt célja ennek a kezdeményezésnek az sem, hogy becsábítsa az újabb, a felnövekvő generációkat a múzeumba, akár ilyen módon is. Ha valaki itt jár Mohácson, a Kanizsai Dorottya Múzeumban, egy átlagos hétköznapon, egy nyitvatartási időben, akkor mi mindennel találkozhat? Hát igazából igen, kettős célunk van. Egyrészt a mai fiataloknak megmutatni azt, hogy tehát a szülőhelyük, a lakóhelyük milyen volt valamikor, hogy éltek itt az emberek, hogy megszeressék ma is, és azon felül, illetve azon keresztül a múzeumot is, tehát hogy itt találnak ilyen emlékeket, és vissza tudnak nyúlni a múltba. És ez egyben egy kifelé is egy reklám, mert aki ide betér, igenis itt nagyon szép dolgokat lát, nagyon sok dolgot tanul meg, de nem csak a Mohácsa kapcsolatban, hanem ugye a Mohácsi Múzeum a magyarországi déli szláv népek, tehát a horvátok, szerbek és szlovének bázismúzeuma, az ő néprajzi anyagukból is egy nagyon gazdag válogatást lát. A látványtárról nem is beszélve, ahol a népi ruhatárolás bútoraiból egy nagyon szép gyűjteményt, és a galéria, tehát a felső szinten, meg a Mohácsi kerámiából egy nagyon szép gyűjtemény, egy nagyon szép lerakatot.
tekinthetnek meg. És hogyha kedvük van, akkor picikét közben, hogy megpihenjenek, akkor akár a Gyögyörű udvarban is pihenhetnek egyet. Így van nagyon szép udvarunk, parkostott udvarunk, két tóval, gyönyörű halakkal, tündérrózsákkal, tehát ki lehet menni, de akár itt ment is le lehet ülni, lehet pihenni. Több ponton interaktív elemek vannak, hozzá lehet nyúlni, meg lehet fogni, ki lehet próbálni, például összerakni egy busókereplőt, egy busóbuzogányt, kipróbálni a kereplő a kolomprázást, a kolomb hangját, vagy a fotós résznél, a predás gyűjteménynél két láda ruhaval, amit föl lehet húzni, be lehet állni a fotoműterem elé, és fényképezkedni, akár emléknek elvihetik maguknak, hogy csak néhányat soroljak fel. És olyan nagy nevek is előkerülnek itt többek között a falakon, akiket esetleg a fiatalok csak a volt Felszab lakótelepen élve mondjuk utcanévként ismernek, mint Barandede, Ete János vagy Horváth Kázmér. Igen, ezek mind mohácsiak voltak, mohácsért tettek, bár más-más anyanyelvűek voltak, az egyik ketten németek, egy horvát volt, de mohácsiként, tehát mohácsért tevékenykedtek. Brandedit, ha csak őt emeljük ki, ugye a múzeumnak az első igazgatója, a polgári iskola első igazgatója, a színház egylet alapítója, a mohácsi filharmonikusoknak a megalapításában nagyon tevékeny része volt, és gyűjtötte is a mohácsi népdalokat, lekottázta ő nagyon... Értett az éneklés, ez a kotázás, az a hangszer, a hangszereléshez. Tehát ilyen téren is. Vagy például Horváth Kázmér, ő Mohácsra úgy tekintett, tehát már idegenforgalmi szemmel propagálta Mohácsot, levelezett különböző utazási irodákkal a két világháború között, már fényképezte, nagyon sok képet látunk az ő gyűjteményben, az általa készített fotókból az 1920-as, 30-as évek Mohácsáról. Tudni kell például azt is, hogy 1926-ban, amikor a 400. évfordulója volt a mohácsi csatának, annak az egyik fő rendezője volt Horváth Kázmér. Ete János ugye szintén a múzeum igazgatója volt, és nagyon sokat tett a múzeumért, illetve a Mohács helytörténetét kutatta. A mai napon, a mai estén tehát múzeumok éjszakája Mohácson is, de a beszélgetésből azt hiszem summázatként leszűrhetjük, hogy nem csak éjszaka, hanem amúgy nappal is érdemes betérni Mohácson, a Kanizsai Dorottya Múzeumba. A múzeum most a nyári időszakban nem 4-ig, hanem 5-ig, 10-től 5 óráig van nyitva, vasárnap hétfő kivételre, tehát 2-től szombatig, illetve vasárnap is fogadunk meg, hétfőn is látogatunk. Hétfőn amúgy is itt vagyunk, tehát bárki betérhet, hivatalosan ugyan nem vagyunk nyitva, de gyakorlatilag be lehet jönni vasárnap, meg előjegyzésre, tehát ha telefonálnak, akkor csoportokat fogadunk bármikor. A múzeumok éjszakája megmutatja, milyen gazdagok is vagyunk, mennyi szép és jó, érdekes és nagyszerű dolog vár arra, hogy felfedezzük, megismerjük és valamiképp életünk részévé tegyük, mert valamikor része volt az életünknek, így fogalmazott Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a múzeumok éjszakájának fővédnöke, az egész országra kiterjedő rendezvény hivatalos honlapján olvasható köszöntőjében. A Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója, dr. Ferkov Jakab a Városi Televíziónak elmondta, Mohácson a könyvtárban műveltségi vetélkedővel, a múzeumban pedig multidéző, virtuális városnézéssel csatlakoztak a programsorozathoz. Eredetileg az amerikai telepes asszonyok használták a patchwork technikát. Az időközben színes, kreatív hobbivá vált tevékenységnek régen egyszerű takarékossági oka volt. A rongyok még megmenthető darabjait egymáshoz varva takarót készítettek. Mohácson évek óta a nyugdíjas klub hőltagjai azok, akik nyaranta visszatérő jelleggel népszerűsítik közterületen a foltvarrást. A színes foltok és a piszmogók foltvarró csoportok nem először bizonyították, hogy mindig lehet valami újat és ötleteset létrehozni folt darabokból. A Mohácsi Nyugdíjas Klub székházának falánál, a Busó udvar bejáratánál június 24-én ismét megrendezték az úgynevezett szabadban varrást, mely a patchwork technikát népszerűsíti. Kedves hobbiáról szívesen mesélt a Városi Televíziónak a főszervező Kis Istvánné Marika. Magyarországon egy pár évvel ezelőtt, pontosan nem tudom az időpontját, de indult egy olyan mozgalom, hogy kijelöltek az év folyamán egy olyan szombatot, egy olyan napot, és ez általában júniusban történik, amikor országosan össze lehet gyűlni és szabadba varni, és oda meghívjuk a városból, a környékről az érdeklődőket, és együtt eltöltjük kellemesen ezt a napot. Nagyon sok érdeklődő volt már ez idáig is, a mohácsiak is, meg Pécsről is érkeztek, több társaság, azt az előbb egy japán turista csoport jött, és hát nagyon nagy örömünkre meg is álltak, és fotóztak bennünket, úgyhogy még ilyen nagyon messzire is elviszi a hírünket a fotó által.
Jól láttam azt, hogy van néhány új arc is az asztal körül? Vannak új csoporttársak vagy tagtársak, fiatalodott is a csoportunk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. És hát van most is az asztalunknál olyan, aki mohácsi, és most van először itt köztünk, és érdeklődik a foltvarás iránt. Úgy tűnik számomra, hogy ez a foltvarás egy nagyon komoly hobbi. Szaküzletek épültek erre a hobbira, saját szaklapok is megjelennek már. Igen, vannak, hát magyar újság az nincs, de viszont van a magyar foltvaró cégnek egy hírújságja, ami két havonta kapjuk, és ott is értesülhetünk a különböző programokról, pályázni lehet, versenyeztetni lehet dolgokat. Például az év folyamán két táskával beneveztünk Marika lányommal, és hát részt vehettünk a Táskaerdő kiállításon. Most ugyan nem kaptunk díjat, de maga az elismerés oklevelet kaptunk, hogy ott lehettünk. Ha már a táska került szóba, az egy kitűnő hívó szó lehet valóban, olyan értelemben, hogy nem csak takarókat lehet patchwork technikával előállítani. A használati tárgyakat is nagyon nagy szeretettel készítenek a csoporttársak is velem együtt. Nagyon sokféle táskát vartunk és varunk, és annak örülök, hogy ugye 7 év elteltével, mivel ez a csoport már azóta fönnáll, hogy teljesen önállóan tudnak már a lányok dolgozni, az elsajátított technikákat hasznosítják, különböző fazon szinte két egyformát nem állítunk elő. Számíthatunk-e arra, hogy ősszel ismét, ahogy volt már rá példa, bemutatkoznak mondjuk az idősek hónapja kapcsán valamilyen kiállítással? Az október 3-ával nyitjuk meg az idősek hónapját. Hát most olyan nagyon nagy volumenű kiállítással nem készülünk ebbe az évbe, mert annyi új terméket nem állítottunk elő, csak most ebbe az évbe készített dolgokat fogjuk a nyugdíjas házat föl díszíteni, és lesz egy ilyen ünnepélyes köszöntő az idősek hónapja alkalmából. Azt mondta, hogy a csoport tagjai már kiválóan tudnak önállóan is dolgozni. Ez azért gondolom nem azt jelenti feltétlenül, hogy sosem találkoznak évközben és nincsenek közös foglalkozások. Megtartottuk ezt a jó szokásunkat, minden áldott kedden 3-5-ig vagyunk, és várjuk az érdeklődőket is, akik még ezután csatlakoznának hozzánk. A tarka dísztárgyak, terítők és takarók mellett táskák, pénztárcák és más hasznos eszközök is készíthetők patchwork technikával. A mohácsi színes foltok és a piszmogók csoportok június 24-ére ismét meghirdették szabadban varrásukat, amellyel a foltvarrást népszerűsítették. Forgatásunk idején éppen egy mohácson járó japán turista csoport tagjai figyelték őszinte érdeklődéssel a javarészt nyugdíjas hölgyek kreatív akcióját. Mohács római katolikus vallású nemzetiségei számára Szent Antal az egyik legmeghatározóbb közbenjáró. 2 héttel ezelőtti hírmagazinunkban a helyi sokadság antalnapi búcsújáról tudósítottuk nézőinket, múlt vasárnap pedig a mohácsi németek ünnepelték a szentet misével és kultúrműsorral. Páduai Szent Antalt a római katolikus vallású németség körében is kiemelt tisztelet övezi. A 13. században élt szentet június 25-én ünnepelték a Zárda templomban, ahol Dallos Tamás káplán celebrálta a német nyelvű liturgiát. A magyar nyelvű prédikációban elhangzott: Antal rövid földi élete során nagyon sokat tett a kereszténység terjesztése és megszilárdítása érdekében, az eretnekek között szívből jövő, átszellemült szónoklatokat tartott. 1224-ben egy észak-itáliai kis ferences kolostorban papszentelést tartottak. Ebben a szerzetesi közösségben összesen körülbelül 8-10 éltek, és közülük 4 szerzetes volt pap is. A szokásoknak megfelelően valakinek köszöntenie kellett volna az újmisést, azonban ennek a beszédnek a megtartását senki sem akarta vállalni. Volt azonban ebben a szerzetesi közösségben egy fiatal szerzetes, évei szerint még 30 éves sem volt, kinézete megtört, talán a halál közelében járó ember, akire a kolostorban a társai úgy tekintettek, érthetetlen, hogy Ferenc atyánk
egyáltalán miért vehette föl ezt a fiatalembert, úgy látszik, mint egy kicsit ütődött is volna. Hiszen amikor szóltak hozzá, ez a fiatal szerzetes csak kedvesen mosolygott, alig szólt. Ha véleményt kellett volna valamiben nyilvánítani, ő inkább fogta magát és megcsinálta a dolgokat. Papszentelés után az egyik atya viccesen odaszólt neki, testvér, ha senki sem szólal meg, akkor szólalj meg te. És ez a kis ütődöttnek vélt barát megszólalt. Beszélni kezdett a papság és az eukarisztia misztériumáról, és hamar kiderült, hogy az összes társánál jobban ismeri Isten országának misztériumait. Kiderült az, hogy emögött a hallgatag, szűkszavú barát mögött ott van 10 év tanulmányi év, sőt, ott van mögötte egy mélységes tapasztalat a vértanúságról. És amikor elkezdte ünnepi beszédét, a társai csodálattal hallgatták tanítását. Nos, ez a fiatal szerzetes a 13. század elején nem más, mint a mai búcsunk ünnepelt szentje, páduai Szent Antal. Egyházunk azon kiváló szentje, aki rövid élete ellenére nagyon hamar világszerte az egyik legismertebb szent lett. Mindenhol tudták már a legegyszerűbb hívő lelkek is, hogyha valami baj van, akkor Szent Antalhoz bátor bizalommal fordulhatunk segítségért. Sorra születtek meg azok az imádságok, amelyek a legkülönfélébb élethelyzetben meglátták azt a reményt, hogy Szent Antalhoz odafordulhatunk segítségért. Betegségben, tárgyak elvesztésekor, utazás előtt, ellenségeink ellen való oltalomért, rossz gondolatok ellen, életpálya választás előtt, vagy éppen a jó halál kegyelméért, és még sokféle más intencióra születtek Szent Antalhoz imádságok. Szinte alig találni olyan templomot, ahol ne lenne ott az ő szobra. Mindez nagyon szép és nagyon jó, de valahogy mégis, mintha méltatlan lenne csupán úgy gondolni erre a kiváló személyre, mint egyfajta, ha szabad így fogalmazni, csodatevő automata, akit sokszor elrejtünk a templomnak egy titokzatos hátsó szegletében, hogy ott a mise előtt, után, esetleg néha közbe meghallgassa mindenkinek a gondját, baját. Szent Antal ugyanis sokkal több ennél. Példakép a keresztény ember számára. De miben is áll ez a példa? Nem egyszerűen a jámborságban, a hallgatagságban, az alázatosságban, amiről ez az előbbi kis anekdota szólt. Azt is tudjuk Szent Antalról, hogy 1220-ban a lisszaboni kikötőben tanúja volt annak a nagyszabású eseménynek, amikor a marokkói misszióban megölt 5 ferences holttestét hazaszállították. Akkor, alig 25 évesen, ez olyan nagy hatással volt rá, hogy belépve a ferencesek közé, ő maga is azt kérte, hadd mehessen el Marokkóba, hadd legyen az ő élete is Krisztusért vállalt vértanúság az evangéliumért. És ez majdnem meg is történt egyébként, de a gondviselő Isten más utat jelölt ki ennek a lánglelkű szerzetesnek. Észak-Itália és Dél-Franciaország területére került, ahol a feladata nem az volt, ami a többi társának Marokkóban, hogy a pogányokat megtérítse, hanem azok között kellett az evangéliumot hirdetni, akik valamilyen módon már kapcsolatba kerültek ezzel, de eretnek tanításokba keveredtek, az eretnekekkel szembeni küzdelemben kellett részt vállalnia. Egyébként ez jóval nehezebb feladat volt, mint a pogányok megtérítése, de Szent Antal ebben is kiválóan teljesített.
Leírják róla, hogy amikor megszólalt a szószéken, a hallgatók megérezték róla, hogy ő egy olyan barát, szerzetes, aki nem leckét mond föl. Ugye ennek az embernek nem betanult beszédei vannak, amiket városról városra járva unásig elmond, hanem ez az ember a tapasztalatból beszél. Azt mondja el, ami az ő számára is bevonzó volt Isten titkába. És amikor az emberek ezt megérzik, akkor hisznek neki. Szentek életében olyan sokszor kiderül ebben az időszakban, hogy olyan érdekes, hogy egyébként sokszor szóról szóra ugyanazt mondta el egy-egy ige hirdető. A kérügma Krisztus feltámadásának az örömhíre volt a magja, a lényege az ige hirdetésnek, semmi újdonságot nem kellett, hogy mondjanak. De mégis, hogyha egy szent életű ember mondta ezt, akkor valahogy az ő szavának sokkal jobban volt foganatja, mint más ige hirdetőknek. És Szent Antal is ilyen volt. Rengeteg lelket sikerült megnyernie Krisztus hitére, Krisztus ügyének. Ebben a fáradtságos munkában azonban testileg egészen kiégett, és rendkívül fiatalon meghalt. Ám a hívek, akik ismerték őt, már életében megtapasztalták azt, hogy a Krisztusnak odaadott életből közbenjáró hatalom van egészen a csodatételig. Nos hát egészen röviden, mert ebbe az életbe ennyi fért bele, ez az az élet, akire gondolni szeretnénk Szent Antal ünnepén, és gondolni szeretnénk minden egyes alkalommal, amikor azt gondoljuk, hogy a mi nehézségeink és ügyeink a legnagyobbak a világon, de mégis bátor bizalommal oda térdelünk Szent Antal szobrához, és kérjük a mi drága égi pártfogónkat. Nem elfelejteni, hogy ez a kiváló szent nem csak gyógyítani akar minket, nem csak az elveszett tárgyainkat akarja visszaadni közbenjárásával, hanem hogy még ma is, majd 800 év távlatából, kedvességtől átjárt szavaival tanítani akar minket. És gondolatmenetünk befejezéseképpen álljon itt néhány szó személyesen tőle, hiszen néhány beszédjét lejegyezték, és ezek megmaradtak az utókor számára. Az egyik prédikációban így buzdítja a híveket, és majd látjuk ezeknek a gondolatoknak az időszerűségét, és mondhatjuk azt Szent Antal, ma ezt üzeni számunkra is. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Tele vagyunk szavakkal, de hiányoznak belőlünk a tettek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Amen. A Szent Antal tiszteletére bemutatott német nyelvű szentmisét követően a Zárda templom előtt a mohácsi német önkormányzat elnöke mondott köszöntőt. Hánerné Fét Gabriella felidézte, az egyes környékbeli sváb falvakban más-más neve volt az antalnapi búcsúnak, és számos hagyomány is kapcsolódik ehhez a naphoz. Példaként említette, hogy egyes helyeken egy üvegbort ástak el, melyet aztán a rákövetkező évben ástak ki. A közönség a rendezvényen arról is meggyőződhetett, hogy a legfiatalabb generáció is méltón ápolja a német tradíciókat. Szóban és dalban egyaránt. Foge, ge, floge, ze sich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettler im Schnabel, von dem Dindel ein Gruß. Und ein Büngsblatt zum Schießen, und ein Sträußchen zum Schlag, und ein Dindel zum Leben, muss ein frischer Buch tragen. Lieber Vogel, flieg weiter, nimm ein Gruß mit ein Kuss, und ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss.
Immer Zander Bauer, die Röslein einspannt, ersetzt seine Felder und Wiesen in Stand. Füget den Boden, ettet und sät, und rührt seine Hände früh morgens und spät. Die Bäuerin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhen, sie haben im Haus und im Garten zu tun. Sie graben und rechen und singen ein Lied, sie freuen sich, wenn alles schön grünet und blüht. So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei, da erntet der Bauer das duftende Heu. Mit das Getreide, dann tritt es aus, im Winter, da gibt es mal fröhlichen Schmaus. A német antalnapi búcsún a Városi Televíziónak a Mohácsi Német Önkormányzat elnök helyettese nyilatkozott. Gál Istvánné kiemelte, Szent Antalra szinte minden faluban ünnepséggel emlékeztek. Elmondta, régebben Mohácson is három szentmisét mutattak be egymás után Szent Antal napján, egyet magyar, egyet német, egyet pedig horvát nyelven. Szent Antal kultuszát a ferences szerzetesek terjesztették, illetve ők fordítottak nagy gondot arra. Szent Antalról azt kell tudni, hogy ő nem a pogányokat térítette meg, hanem az eretnekeket próbálta a vallás felé visszatéríteni, ami sokkal nehezebb feladat volt. Szent Antal kultuszát szinte minden faluban megünnepelték, dologtalanító napnak is tartották ezt. Ezen a napon nem fogták be a jószágokat, és különböző hagyományokat, különböző hiedelmek fűződtek az ő nevéhez. Tulajdonképpen, ami az egyházzal és a vallással nagyon nagy összefüggésben van, hogy nagyon egyszerű ember volt, nem az írások szerint prédikált, hanem a saját egyszerű tapasztalatait, a saját érzéseit és érzelmeit mondta a népnek, és ezáltal nagyon népszerű volt. A falvakban a templomok, nagyon sok templomnak a védőszentje, ebből az következik, hogy a búcsukat általában a templom védőszentjéhez kapcsolták, és nyilván ez szinte minden nemzetiségnél, így különösen Mohácson is, évek óta hagyomány, hogy ezen a napon három mise volt mindig. Reggel 8 órakor volt egy magyar mise, utána egy német mise, és utána egy horvát nyelvű szent mise volt. És nyilván ez arról is szólt, hogy a nemzetiségek itt, főleg itt Mohácson egy kicsit összekapcsolódjanak, egy kicsit jobb kapcsolatban, jobban megismerjék egymást, és együtt ünnepeljenek, együtt imádkozzanak. Általában kapcsolódott hozzá egy kis zenés rendezvény is, hiszen a búcsúnak elengedhetetlen feltétele az, hogy délutánonként a litánia után és az esti órákban egy bált is tartottak. Hát ez most már Mohácson már nem igazán lehet ezt létrehozni, nem igazán kerül megszervezésre. Ha a Németországra vagy a német ajkú európai régióra gondolunk, akkor lehet, hogy sokaknak elsőként pont a reformáció jut eszébe. Ugyanakkor Szent Antal a római katolikus egyház egyik népszerű és kedvelt szentje. Ez azt jelenti, hogy itt Mohácson és a kistérségben az ideérkező németek annak idején inkább katolikusok voltak? Zömében igen, és a mai napig a környező falvak, települések nagy többségben hívő katolikus származás, katolikus és vallásokat gyakorló katolikus emberek. Amit öröm volt látni, az az, hogy nem csak az úgynevezett irodalmi német, a Hochdeutsch megy a még most felcseperedő generációknak, hanem egyfajta érdekes fűszerként a tájnyelv, a mundárt, a nyelvjárás is megvan, és elég szépen művelik ezt, amint hallhattuk is a bemutatóban. Amikor ilyen anyagokról van szó, akkor ezeket hogy lehet autentikusan összeszedni? Ezek a gyerekek ezt mondjuk meghallgatják idős nénitől, vagy tanárral gyakorolják. Milyenek a pontos menete, hogy ilyen hitelesen adták elő, és nem tűnt egyfajta magukra erőltetett nyelvjárásnak, vagy beszédstílusnak mindez? Általában azokat a gyerekeket sikerül rábeszélni arra, hogy mondátban adjanak elő különböző történeteket, akik olyan közösségben, olyan családban élnek, ahol bizony a nagyszülők vagy dédszülők még használják ezt a mondártot. Nyilván, hogy velük könnyebb dolgozni, de a fiatalabbak közül is nagyon sokan nagy szeretettel nyúlnak hozzá, és nagyon vevők, és nagyon gyorsan, nagyon tanulékonyak. Nagyon gyorsan meg lehet tanítani velük, illetve nekik ezeket a történeteket, de a nagyon nagy előny az, hogy sokan még hallják ezeket otthon. Milyen hagyományok, ha voltak ilyenek, vagy milyen szokások kapcsolódtak a magyarországi németség körében Szent Antalhoz?
Például a baranyai farmokban nem fogták be a jószágot, láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda azt mondta, hogy legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc. Szent Antal tüze is ehhez kapcsolódott, vagyis az Orbánc gyógyítása ráolvasással. És vannak olyan példák is, vagy adatok, amik éppen a tűzgyújtás tilalmára vonatkoznak. És a Muravidéken például a kenyéren is a vizemből töltek. A kenyéren is vizemből töl, a lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát gyűjt, tükröt tesz maga mellé, és azt mondja, hogy Szent Antal, kérlek, mutasd meg nekem a jövendőbelimet. De mindenképpen dologtiltó időnek tartották, és hát az asszonyoknak nem volt szabad lisztbe nyúlniuk, mert kelések nőttek például a kezükön. Nagyon sokan úgy vélik, hogyha nagy esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát. Szent Antalt ünnepelte a Mohácsi Németség június utolsó vasárnapján. A Zárda templomban német nyelvű liturgiát mutattak be, majd a templomtéren dalokból és csattanós történetekből álló kultúrműsor következett. A rendező Mohácsi Német Önkormányzat pogácsával, ásványvízzel és borral vendégelte meg a közönséget. A Mohács uszoda első ütemben elkészült része 2007 óta fogadja vendégeit. Amint arról előző heti összeállításunkban beszámoltunk, a létesítmény színes programokkal ünnepelte 10. évfordulóját. A kerek születésnap alkalmából a Városi Televíziónak interjút adott Mohács polgármestere Szekko József is. Nézőink most ezt a felvételt láthatják. Hiánypótló létesítményként készült el a Mohács uszoda első üteme, melyet 2007-ben adtak át a nagy közönségnek. Míg a korábbi korszerűtlen és elavult uszodát csak nyáron jó időben lehetett használni, addig az új beruházás egész évben színvonalas kikapcsolódást tud nyújtani a vendégeknek. Az uszoda a közelmúltban ünnepelte 10. születésnapját, ebből az apropóból kérdezte a Városi Televízió Szekko Józsefet, Mohács polgármesterét. Nagyon gyorsan elment ez a 10 év, mert szinte tegnap volt, amikor a programnak a megvalósítására lehetőségünk adódott. Nekem, hát ahogy megkezdtem a polgármesteri tevékenységemet, akkor az egyik célkitűzésem az volt, hogy Mohácson is csináljunk egy olyan uszodát, ami tényleg a mai kor színvonalának megfelelő. Ezt több lépésben tudtuk elvégezni. Megelőzte még az uszoda programot egy termálkútnak a fúrása. Kerestük a lehetőséget, és szerencsénk volt, hogy ott az akkor meglévő uszodától nem messze. Akkoriban jelentősnek számító összegér, de a mai ésszel már azt mondom, hogy szerencsére szinte mai árakon jelképes ár összegért, 36 millió forintból sikerült egy mintegy 700 méter mély termálkutat létesíteni. Ezt követően volt pályázati lehetőség arra, hogy települések tanuszodákat, tanmedencéket létesítsenek. Ez egy 25 méteres medencéből állt, és egy kis tanmedencéből, az egy 6x12-es gyermekmedence. És semmi más, ez volt az alapprogram. Nagyon sok településen ez valósult meg, ez létesült. Mi akkor úgy gondoltuk és úgy döntöttünk, hogy a 25 méteresnél egy picit nagyobbat, egy 33 méteres fedett medencét szeretnénk létesíteni, egy 6 pályás 33 méteres medencét, és a tanmedencét, a 6x12-es tanmedencét, illetve kiegészítjük a létesítményt egy wellness részleggel is, tehát tettünk gőzkabint, finszaunát, infraszaunát, és ezt a kültéri merülő medencét. Most ezt lehetőség adódott rá, de azzal, hogy támogatást csak az alapprogramra kaphattunk. Tehát pontosan ki lett munkálva, hogy mennyi az a többlet költség,
ami abból adódik, hogy hosszabb a medence, tehát nem 25-ös, hanem 33-as, a szauna térnek a többlet költsége, tehát mindez saját erőből kellett előteremteni, és ez növelte a költségeket. Ugye a nagyságrendre is emlékszem, 200 millió körüli összeg volt, ha jól emlékszem, 220 millió maga a tanúszoda program, tehát ezt központilag támogatták, hogyha mindenki csak azt a szabvány tanúszoda rendszert valósította meg. Ezzel szemben 380 és 400 millió között volt, most már nem emlékszem pontosan a számra, elég régen volt, tehát közel 400 millióba került a teljes program, tehát a hiányzó rész az önkormányzatot terhelte. Pályázatot kellett kiírni a program megvalósítására, és hát én azt gondolom, hogy szerencsénk volt, mert egy szakmailag felkészült csapattal találkoztunk, csapat nyerte el a pályázatot, az Aquaplus Kft., akivel aztán közösen megalakítottuk az Uszoda Kft.-t, és hát sokáig az Uszoda Kft. Is működtette az objektumot. Ugye jó néhány évig akkor ez a kiegészített tanmedence volt az, ami itt rendelkezésünkre állt, egy fedett tanmedence. Azt követően adódott, tehát jó néhány évre rá adódott lehetőség arra, hogy egy szabadtéri élmény programba fogjunk. Próbálom felidézni, hogy ez olyan 2010-es évek elején volt, amikor talán 2011-12-ben lehetett, amikor a külső élmény medencét pályázatból meg tudtuk valósítani. Tehát ott is pályázatot nyújtottunk be a program megvalósítására, nyert a pályázat, és ezt kiegészítő egységként a meglévő fedett medence mellé építettük. Itt már létesült gyerekpancsoló, élménymedence, élményelemekkel, és ez mindez még termálvízzel ellátva. Tehát én azt gondolom, hogy így már úgy majdnem minden megvolt, ami így a környékbeli fürdőknél egy-egy ilyen uszodában rendelkezésre áll, ami úgy élvezhető. Ugye az előző programnál elfelejtettem mondani, hogy hát ott van még egy termál medence is, tehát egy tisztán termálvizes merülő medence, ami gyógyvízzel működik. Szerencsére a furtkút vize az, mint a vizsgálatok kimutatták, alkalmas gyógyvízzé minősítésre. A minősítést el is végeztük, hát ilyen reumatikus, nőgyógyászati, egyéb problémákra gyógyvízként is, tehát gyógyhatású a vízünk. És így együtt a szabadtéri élmény medencével, akkor ahhoz elkészített kis lábteniszpályával, a külső napozó térrel már úgy nézett ki, hogy ez azért már a nyári időszakban is, ugye azért nem azt mondom, hogy minden igény, de hát sok, tehát egy komolyabb lehetőség az előző időszakhoz képest.
És hát aki úgy gondolja, hogy itt Mohácson akar uszodába menni, az ugyanolyan élményben részesülhet, mint hogyha ha Harkányba menne, vagy máshová, akkor még nem volt úgy egy nagyobb fürdővel, mondjuk Siklóssal versenyképes a mi uszodánk, de most a mostani viszonyok között én azt gondolom, hogy érdemes megfontolni bárkinek is, hogy egy hétvégén autóba ül és elmegy Siklósra, vagy máshová a környező fürdőkbe, vagy pedig Mohácsra megy, mert egy további fejlesztéssel, ugye további élményelemeket és további medencét tudtunk létesíteni. Építettünk egy hidegvizes úszó medencét, ami hát úgy gondolom, hogy nyáron igen nagy érdeklődésnek örvend. Megvalósult a csúszda rész, az élmény elemek tovább bővültek, a külső öltöző fürdőblokk, korszerűsítettük az egész objektumot a napkollektorokkal, napelemekkel. Úgyhogy én úgy vélem, hogy így ez az objektum ebben a műfajban versenyképes más híresebb fürdőkkel, hasonló létesítményekkel. Nem igazán indokolja sok minden azt, hogy adott esetben innen sok-sok kilométerre elmenjenek más fürdőkbe. Bár hát ez nyilván ízlés dolga, kinek, hogyha másutt kívánja az ilyenfajta szolgáltatásokat igénybe venni, akkor azt teszi. Hozzánk is jönnek Pécsről, jönnek a környékbeli településekről, mert hát azt mondják, hogy a Mohácsi úszodának a szolgáltatásaival, az árszínvonallal, tehát az árérték arányal elégedettek, és ebben bőven versenyképesek vagyunk más fürdőkkel. Hát ez az egyik, amit ehhez elmondanék. A másik, hogy kezdetektől fogva arra törekedtem, hogy olyan komplexumot hozzunk létre, ami elsősorban a mohácsiakat és a környékbeli embereket ki tudja szolgálni. Ezért jártam az országot, elmentem több kisebb-nagyobb fürdőbe, beszéltem nagyon sok szakemberrel, az ottani üzemeltetőkkel, a tapasztalataikat leszűrve, ugye korábban én a regionális vízműnél dolgoztam, a regionális vízmű is üzemeltetett fürdőket, a korábbi ismeretségeimet felhasználva oda is elmentem, tehát egy csor tapasztalatot begyűjtöttem azokat értékelve, lett kialakítva az a méret, ami most így itt látható, és ami azt gondolom, hogy a maga nemében mindegyik egység alkalmas és képes arra, hogy a mohácsiakat és a környékbelieket kiszolgálja, ellássa. Tehát úgy a fedett rész, úgy az élményfürdő, mint a csúszdapark, élménypark része és a hidegvizes medence. Ami örömteli, de először is, hogy ezt lezárva, ez az egész blokk úgy összességében több mint másfél milliárd forintba került. Tehát a három ütem több mint másfél milliárd forint volt, aminek a nagy része az pályázati forrásból, tehát pályázati forrásból valósult meg, igazából a jelentős önrész ott az elején keletkezett, amikor az önerőt, tehát a Tammedence programhoz az önerőt hozzá kellett tenni. Azt kicsit cizellálja a dolgot, hogy ugye a Tammedence maga az a PPP programból létesült,
amelynek az volt a lényege, hogy ezt a pályázaton nyertes szolgáltató, ugye, akkor az Aquaplus Kft. Megépíti, és az állam és az önkormányzat kifizeti neki, tehát éveken keresztül fizeti neki ki a beruházási költséget és a hasznát természetesen. Időközben ugye megváltozott a szemlélet a kormányváltás követően, és 2010 után az új kormány, az Orbán kormány úgy döntött, hogy ahol csak lehet, ezeket a PPP konstrukciókat megszünteti, felszámolja ezeket, rendkívül előnytelennek minősítve már olyan szempontból, hogy egy igen-igen drága hitelnek felelt meg az a PPP konstrukció, aminek a révén akkoriban létrejöttek ezek az objektumok. De hát hozzáteszem, hogy akkor egészen mások voltak a piaci viszonyok, más feltételekkel lehetett hitelhez jutni, és hát akinek nem volt annyi pénze, hogy közvetlenül megfinanszírozzon egy ilyen létesítményt, annak ez a PPP konstrukció is jól jött, főleg úgy, hogy ennek egy jelentős részét az állam vállalta át. Tehát az állam és az önkormányzat közösen fizettük a törlesztő részleteket. Nos, amikor ahogy említettem, 2010 után megszületett a döntés arra vonatkozóan, hogy ezeket a konstrukciókat ahol lehetséges felszámolják, hát akkor én tanulmányozva, hogy ez milyen feltételekkel valósul meg, elsők között jeleztem annak az államtitkár asszonynak, aki akkor gazdája volt ezen területnek, hogy hát Mohács is szeretné, hogyha így ez a PPP konstrukció megszüntetésre kerülne. Be is kerültünk az első csomagba, és az általam említett nagyságrendben a beruházó kivásárlásra került, tehát az állam az ő részét megvette. Akkoriban, amikor erre sor került, ez 2012-13 környéke volt, közel 700 millió forintra értékelték az egész objektumot. Tehát a 2007-től kezdve azért mentek fel az árak rendesen, és ebből ha jól emlékszem, 370-380 millió forint körüli összegért vásárolták ki a beruházó céget. Tehát a másik része és a növekvény az abból állt, amit az önkormányzat hozzátett, hát illetve hát időközben a piaci viszonyok is megváltoztak. A beruházónak egy mérsékeltebb kamat hozam mellett ismerték el a költségét. A lényeg az, hogy az állam, a beruházó és az önkormányzat meg tudtunk állapodni, az állam kivásárolta a beruházót, és az uszodát átadta az önkormányzatnak. Tehát most itt az első ütemről beszélünk, tehát azt megkaptuk az államtól használatra, azzal a kötelezettségvállalással, hogy továbbra is uszodaként kell működtetnünk, a tanuszodai funkciókat biztosítani kell. A tanuszodai funkciók biztosítása az azt jelenti, hogy a mohácsi és a közvetlen Mohács környéki óvodás és általános iskolás gyerekeknek a fenntartási időszakig, ami már most lejár napokban, tehát a fenntartási időszakig
ingyenesen kell az úszásoktatás lehetőségét biztosítani, az úszás tanulás lehetőségét biztosítani. Most az, hogy lejár ez az időszak, ez nem azt jelenti, hogy továbbra is ugyanezt a konstrukciót nem kívánjuk fenntartani az oktatási központtal együttműködve, tehát továbbra is az úszodában ingyenes lesz a helyi óvodásoknak és a közvetlen környékbeli óvodásoknak, az óvoda fenntartó társuláshoz tartozó óvodásoknak az úszásoktatása, és a tankerülethez tartozó gyerekek úszásoktatása. Az egy más kérdés, hogy az eredeti konstrukció szerint is az önkormányzatoknak, tehát a térségbeli önkormányzatoknak, ahonnan ide gyerekek jönnek, akkor nekik is arányosan a költségekhez hozzá kell járulni, vagy hát a tankerület itt az átszervezéssel vállalta az arányos résznek a fizetését, tehát a fenntartáshoz való hozzájárulást. De maga a gyerekek számára ez tulajdonképpen végül is mindegy. A lényeg, hogy nagyon sokan tudtak megtanulni azóta az úszodában, sokan kaptak olyan lehetőséget, amit enélkül nem valószínű, hogy megkaphattak volna. Azt gondolom egyébként, hogy ezzel az országban talán úttörők voltunk, vagy az elsők között tudtuk ezt a lehetőséget biztosítani. Emlékszem rá, hogy egy megyei jogú város polgármestere jó néhány évre rá, hogy hát bejelentette, és hát büszkén mondta el a médiában, hogy hát náluk az ő településükön mostantól aztán egyedülállóan ingyenes az óvodai meg az iskolai úszásoktatás. Hát, és akkor hát szóltak neki, hogy hát nem egészen így van, mert Mohácson már évekkel korábban mindezt megvalósították. Nos, amit ez generált, az pedig külön örömteli, hogy megalakult az úszószakosztály, megalakult a vízilabda szakosztály, és egyre többen most már, ha jól tudom, olyan mint egy 170-180 gyerek jár az úszószakosztályba, egyre népszerűbb a vízilabda szakosztály is, és egyre kihasználtabb az egész komplexum. Ami azt vetíti előre, hogy érdemes további fejlesztésen gondolkodni. Az én meglátásom szerint ez a további fejlesztés ez nem az élményfürdő bővítését, fejlesztését jelenteni, nem a csúszda résznek a fejlesztését jelenteni. Úgy gondolom, hogy ez a rész ez továbbra is ki tudja szolgálni a város lakosságát. Viszont úgy tűnik, hogy előbb-utóbb mindenképpen szükség lesz arra, hogy még egy fedett medencét létesítsünk. Az döntés kérdése, hogy mekkorát, ezt még alaposan át kell gondolni. De hát mikor itt járt az úszószövetség elnöke, Binert Gusztáv úr, már akkor bemutattuk neki az úszodát, elismeréssel nyilatkozott róla, az itteni szolgáltatásainkról. Nos, már akkor elmondtam neki, és említettem, hogy miben gondolkodunk, és nagyon remélem, hogy alapozva az úszószakosztályunk egyre jobb eredményeire, erre az igényre, hogy egyre többen szeretnének ezeknek a vízisportoknak módolni Mohácson, ezért támogatást fogunk nyerni arra, hogy a meglévő fedett úszoda, fedett medence mellé szintén egy fedett medence teret alakítsunk ki. Maradna ugyanez a beléptető rendszer, tehát ezt a kiszolgáló részt azt ahhoz nem kellene különösebben hozzányúlni, viszont a medence teret egy max 50 méteres, tehát egy 25 vagy még egy 33 vagy egy 50 méteres medencével bővítenénk. Tehát nekem legalábbis ez a elképzelésem, ezt
most a kollégáimmal majd elkezdjük előkészíteni, és hát minden fejlesztésünk, vagy majd minden fejlesztésünk azért úgy született, hogy született egy ötlet, akkor azt papírra vetettük, elkészülnek a tervek, és ahogy a lehetőség adódik, akkor belefogunk a beruházásba. Tehát nekem az a vízióm, hogy ott ha még egy medencét létre tudunk hozni, és azt kifejezetten a sportolóknak, akkor a jelenlegi medencetér az meg tud maradni a úgymond a civil lakosságnak, akik nem szakosztály keretén belül használják az uszodát, és meg tud maradni a délelőtti úszásoktatások részére. Tehát így akkor jobban el tud férni a lakosság, mert ugye azt már most is lehet tapasztalni, hogy hát főleg délutáni esti órákban időnként torlódás van. Tehát úgy körülbelül a születés naphoz még így ennyit tudnék, vagy szerettem volna elmondani. Tehát úgy gondolom, hogy mi mohácsiak nemhogy nem kell szégyenkeznünk ezért az objektumért, hanem büszkék lehetünk rá, hogy egy ilyen létesítményünk van. Nem kell más mondanom, mint az, hogy nézzenek körül a mohácsiak hasonló településeken, és hát nyilván van egy-két település, amely csak erre alapozza akár az idegenforgalmát, mondjuk például egy Mórahalom nagyságú település, ő egy igen komoly objektumot fejlesztett, de hát ott tehát nekünk nincsen annyi termálvízünk, tehát itt ezt ezen a környéken ez illúzió lenne. Olyan hatalmas fenntartási költségekkel járna, hogy a romba dönteni a város költségvetését. Tehát ezért is, mint mindenben, ebben is igyekeztünk mértéket tartani, és egy olyan fenntartható rendszert kialakítani, ami megfelel a városunk igényeinek. Úgy gondolom, hogy ez sikerült. A cél az volt, hogy egy olyan léptékű létesítmény készüljön, mely illeszkedik a város méretéhez, mondta el stábunknak Mohács polgármestere a 10 éves Mohács uszodával kapcsolatban. Szekó József megjegyezte, a minőséget és a szolgáltatások palettáját tekintve a komplexum egyáltalán nem marad el a környékbeli társaitól. Hozzátette, a kihasználtság miatt egyre erősebben merül fel a további bővítés igénye. Mohácson a hőskorban minden vendéglátóhelynek saját tambura zenekara volt, és jó lehet akadtak olyan időszakok, amikor a hangszerrel kevesebben foglalkoztak, népszerűsége sosem múlt el. Egy évtizede pedig minden nyáron tambura fesztiváltól hangos a belváros. Idén a sorban a 11. találkozón a helyi együttesek mellett Pécsről és Szerbiából is érkeztek fellépők a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola színpadára. Következő összeállításunkkal a koncert néhány emlékezetes pillanatát idézzük fel. Some
na vas volim. Imam krila ko u ptice, da poletim iz ravnice. Sin sam zlatnih, sitnih polja, rodnih njiva, šuma drasla. Volim majku, oca svoga, i bojim se samo Boga. Sin sam zlatnih, sitnih polja, rodnih njiva, šuma drasla. Časni ljudi, branila me je ravnica, rodila me Hrvatica. Sin sam zlatnih, sitnih polja, rodnih njiva, šuma drasla. Volim majku, oca svoga, i bojim se samo Boga. Oh, 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 oh
Kedves nézőink, ezzel júniusi utolsó magazinműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán, ugyanitt, ugyanekkor, ugyanebben az időpontban várom Önöket. Viszontlátásra!